tánctanulással, sportvetélkedővel és különböző játékos feladatokkal telt a gyereknap a Telekiben a nyári szünet előtti utolsó hétfői tanítási napon. Nagyon régóta készültünk igazán színes, változatos programokkal. Hetek óta zajlik iskolánkban a lányok kézilabda kupája, ez a nőnapi gyermeknapi kupa. Ennek az eredményhirdetése történt meg reggel, és idén a vándorserleget a 8. A osztály vihette el. Közben már épült a kupola a csarnokban, hiszen az utazó planetárium is ellátogatott hozzánk, és egész nap nagyon érdekes tudományos előadásokkal, látványos előadásokkal szórakoztatják a gyerekeket. Aztán meglepték gólyalábasok is a gyerekeket, a kicsik nagy örömére, ők is egy remek produkcióval érkeztek hozzánk. Egerből a Street Workout Egyesület is ellátogatott hozzánk, és ők saját esős edzéseket mutatnak be, húzóckodást az edzőparkban. Ezt is kipróbálhatják a gyerekek, úgyhogy főleg a nagyobbakat ez nagyon érdekli. Az egyéb programokban említeném a sorversenyt a műfüves pályán, lehet trambulinozni, kipróbálhatják a gyerekek a gólyalábakat, hogyha esetleg kedvet kaptak hozzá a reggeli előadás után. Aztán aszfaltrajzverseny is zajlik. Minden osztály megalkothatja a saját képzeletbeli lényét, úgyhogy már igen színes az iskolánk udvara, már nagyon sok rajz elkészül. Ennek az eredményhirdetése holnap reggel lesz. És egy tánckoreográfiát is tanulnak, amelyet a szerdai botonnapon, sportnapon fog előadni az egész iskola bemelegítésképpen. A sok témazáró dolgozat és a nehéz hetek után egy kicsit fellélegezhetnek a gyerekek, egy kicsit kiszabadulhatnak, és az osztályközösségek, meg az iskola közössége is ezáltal alakul, fejlődik. A hét további részére is változatos programokkal készülnek, szerdán lesz botonnap, csütörtökön bemutatkoznak a tehetségek, és pénteken tartják a bolond ballagást.